20 pályázat keretében, és az összértékük az 1,9 milliárd forint. 1,9 milliárd forint egy jó működő iparforgal az óriási erőtelen. És ebben a tekintetben nekünk óriási szerencsét van, hogy Dr. Navracsicski úr, területfejlesztési miniszter úr, a mi országgyűlési képviselő, mert nem volt rossz korábban se az iparban, de ezzel a fejlesztéssel azt gondolom, hogy olyan vonzóvá tudjuk tenni a területeinket, ami nyilvánvaló a befektető előtt. Ugye újfent meg kell köszönnem miniszter úrnak a segítségét, hiszen havonta jósol, ugye havonta jelentkeznek befektetők, még szerződést nem kötöttük senkivel, de havonta jelentkeznek, és ez jó, hát tudjuk, hogy legalább 10 befektetőnek kell jelentkezni, hogy aztán egyel sikerüljön végül is megállapodni, tehát nagyon nagy az érdeklődés, és ez ennek köszönhető, hogy jó alapokat sikerült teremteni, és mi bízunk benne, hogy meg is tudjuk ezt valósítani, tehát tudunk olyan befektetőt találni, aki hát egy nagyon komoly fejlesztéssel újra hát az élvonalban tudunk majd kerülni, már a magyar élvonalra gondolom. Én nem is kívánnám szakorítani a szót, úgy tudom, hogy miniszter úr egy pár gondolatot kíván mondani, úgyhogy átadnám a szót a miniszter úrnak. Mindegy. Én manuális üzemmódot, tehát ülésre egyébként. Köszönöm szépen, én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit, és köszönöm szépen a polgármesternek a kedves szavakat. Bár az Észak-Dunántúlról általában azt szokták számon tartani, hogy annak különösebb segítség vagy kormányzati figyelem nem kell, hiszen a magyarországi régiókat figyelembe véve a jobban teljesítő régiók közé tartozik, és ez a Közép-Dunántúlira különösen igaz, amely 2021-es adatok alapján át is vette a vezetést a Nyugat-Dunántúli régiótól, azaz ma az egyfőre első nemzeti jövedelem tekintetében a Közép-Dunántúli régió az a magyarországi régió Budapestet kivéve, amely legközelebb áll az Európai Unió átlagához 76-77%-on körülbelül. Ugyanakkor, hogyha megnézzük, akkor azt láthatjuk, hogy ugyancsak 2021-es adatok alapján a 2021-ben megtett összes beruházás 26%-a Budapesten, 15%-a pedig Pest vármegyében történt. Azaz, ha összeadjuk Budapestet és környékét, akkor azt mondhatjuk, hogy 2021-ben is az összes beruházás 41%-a, azaz közel fele az ország középközponti területén és az ország fővárosában kezdődött meg. Tehát szükség van arra, hogy még hogy fejlett régiókat is tovább erősítsünk és gyorsítsuk a felzárkózás ütemét. És ebből a szempontból kitüntetett jelentősége van Ajkának, hiszen Ajka a magyar gazdaság egyik motorja volt mindig is, a lélekszámát és területét lényegesen meghaladó gazdasági jelenben és hozzájárulással a költségvetésre és az ipari termeléshez. És a hagyományok is kötelezik Ajkát arra, hogy ismét egy olyan ipari központtá váljon itt az Észak-Dunántúlon, amely a magyar gazdaság egyik fontos oszlopa. Én nekem ez kifejezetten örömöm, hogy tudok segíteni itt a Főnix-ipari park fejlesztésében, abban bízunk, hogy külföldi befektetők is jönnek, talán emlékeznek még rá tavaly, még a választási kampányban, amikor Palkovics miniszter úr járt itt, akkor beszéltünk éppen arról, hogy szeretnénk Ajkát ismét, Ajka jelenlétét erősíteni a magyarországi autógyártásban is, illetve az autógyártáshoz kötődő iparágokba és beszállítók között is. Én abban bízom, hogy az új érdeklődők között vannak olyanok is, akik profitba illeszkednek, akiket be lehet illeszteni részben az ajkai társadalomba is, azaz mind a gazdasági, mind a társadalmi profilját tekintve beilleszkednek itt ebbe a térségbe, és ha így van, és ilyen az érdeklődés, akkor minél többen otthonra is találnak itt az ipari parkban. Ezek a fejlesztések azt a célt szolgálják, hogy Ajka továbbra is a Közép-Dunántúl és az Észak-Dunántúl egyik meghatározó gazdasági központja legyen, és ennek következően az egész térség profitáljon belőle, nem utolsó sorban a Pannon Egyetem, amivel egy nagyon dinamikusan erősödő együttműködés van, ami tovább erősítheti Ajka ipari szerepét a nemzetgazdaságban. Köszönöm szépen! Annyit tennék hozzá a miniszter úr tájékoztatójához, hogy személyesen jelen voltam, amikor miniszter úr a HIPA vezérigazgatóját, tehát az a magyar
gazdasági szervezet, amelyik a befektetéseket orientálja és szervezi. Itt a vezérigazgatója felé tolmácsolt azt a kérését, hogy Vajkát kezelje különös figyelemmel, és ott van, hogy a befektetők érdeklődése is hát ide vezethető vissza, meg az adottságot, ami csak ugyancsak hát jónak mondható. Megkérem minden magadat a projektvezetőjét, hogy sziasztok a mennyiket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. A Phoenix Iparipark Rajka infrastruktúra fejlesztés első ütemének záró eseményére. Magyar Állam és az Európai Unió több mint 360-376 millió forintos támogatásával megvalósult a Phoenix Leány Ingatlan Hasznosító Kft. Infrastruktúra fejlesztések az iparikai Phoenix Iparipark területén elemzési projektjének az első üteme. Néhány gondolat az ipari park múltjára. Vajkán az ipari park fejlesztési koncepciója 80-es évek közepén került kidolgozásra. Az ipari park címet 1997-ben kapta meg, tehát már több mint negyed százados múltra tekint vissza az ipari park Vajkán. Ez időszak alatt voltak sikeres és kevésbé sikeres belépések is. A 2008-as válság érintette az ipari parkot is, amely szakasz 2016-ban ért véget a Phoenix modell újján született. Ekkor az ipari park tulajdonosai és Vajka város önkormányzata, Svarc Béla polgármester úr személyes előteljes közreműködésével megállapodtak az ipari park menedzselésében. Ezt az új időszámítást új elszületés jelképezi a város és az ipari park északi beállatlan elhelyezett Phoenix modell szoborkompozíció is. Néhány szám az ipari parkról. A Phoenix ipari park területe mintegy 155 hektár, ebből 70 hektárt foglalnak el a betelepült vállalkozások, 60 hektár van szabad, ami a polgármester is említette, hogy részben még most fogjuk a infrastruktúrába lezárni, és mintegy 25 hektár terület az, ami utak, infrastruktúra és állapot. Tehát ami igazából kiegészítő felépítéseket folytatunk. Jelenleg az ipari park területén 57 vállalkozás működik. A Phoenix ipari parkok betelepült vállalkozások profiljára következő fő tevékenységet jelzi. Járműipar, fémszerkezetgyártás, fémmegmunkálás, elektronika, építőipar és egyéb kereskedelmi szolgáltatások. A város adottságaira, ipari hagyományaira épülve különösen fejlett technológiák jelentek meg járműipari beszállítás területén. Mi valósult meg a Magyar Állam és az Európai Unió több mint 366 millió forintos támogatásával? Két alapvető célunk volt ezzel a projekttel. Az elhasználott infrastruktúra, megvédő utak és esőzelvezetés rákok felújítása, általános rendezés. A másik pedig az, hogy az ipari park északkeleti szektorában kisvállalati szektort alakítottunk ki, teljes infrastruktúrát építettünk ki. A projekt keretében sikeres közbeszerzési rendelés követően a következő fejlesztések valósultak meg. Útfelújítás közel 2 km hosszban, új út építése több mint 1 km hosszan a kapcsolódó csapadék bevezetése, infrastruktúra kiépítése több mint 3000 méter hosszú. Ebben megépült ivóvízgerincvezeték, szennyvízgerincvezeték, szennyvízátemelő, elektromos hálózat, gázgerincvezeték, közvilágítás, elektromos autótöltő. A fejlesztésének köszönhetően a Phoenix Ipari Park Alka észak-keleti szektorában elsősorban mikro- és kisvállalkozások részére több mint 50, jellemzően 1500 négyzetmétert területén teljes infrastruktúrán ellátott ingatlan kerül kialakításra. A telephelyek részére, a telephelyek értékesítése folyamatos, eddig 13 ingatlant értékesítünk, ebben a szektorban új betelepülő kis vállalkozások részére. Az ipari park nyugati szektorában az infrastruktúra beruházása, felújítása eredményeként főként magyar és külföldi közepes vállalkozásoknak kínálunk nagyobb terület ingatlanokat.
A Phoenix ipari park telephelyen továbbra is Magyarországon és az Európai Unió támogatásával folytatódnak a infrastruktúra fejlesztések. A második ütem befejezéséhez közeledik, a harmadik ütem pedig előkészítés alatt van. Ez egy beruházás, amely nem csak az ipari park fejlesztését jelentik, hanem a város közlekedési rend, pontosabban arról, hogy a kamionforgalom kivezetése a városközpontból is pozitív hatással jelent. Falkaváros önkormányzata és az ipari parkot irányít a Phoenix Irányok Rt. Joggal reményeket vett, hogy mindenki magyar és külföldi mikro kis és közepes vállalkozást részlet kedvező feltételeket teremteni az Ajkai Ipari Parkba betelepülés és sikeres működéséhez. Köszönöm szépen! Jóska nem említette, de a napokban lezajlott egy egyeztetés a miniszterről. Nyilván nem kell tájékoztatnom, de önöknek mondom, hogy a 8-as út fejlesztésével kapcsolatosan a Vajkai elkerülő és új helyzetbe került. A Vakon-Gyepeste irányban közelítené meg a Vajkai elkerülő út és a ipari parkos található pontnál egy nagy körforgalom kerülne kialakításra, és onnan indul aztán a valóban Ajkán elkerülő út, és ez ebben az a nagyszerű, az a túl teljesen új felfogása a Ajkai elkerülő út, mert korábban nem így tervezték. Az benne a nagyszerű, hogy a 8-as úttal együtt egészen a csomópontig, tehát amikor Vakon-Gyepest lényegében megkerüli ez az elkerülő út, és találkozik a most kiépített úttal, ami a vegyes ütemnek ugye az egyik része volt, az állami beruházásnak minősítették, és a NIC CRT beruházásából készülne el, tehát ez nekünk egy óriási eredmény lenne, hiszen rajtunk mondanak, hogy ezt meg se tudnánk építeni, hiszen az egy olyan nagyságrendet képviselt. Tehát, és az elkerülő ugye maga az ipari parknak a területén halott, tehát azt gondolom, hogy perspektívája is nagyon jó ennek a ipari területnek. Hát ez volt a tájékoztató, hogy nem tudom, kíván-e valaki hozzászólni, vagy kérdezni. Ha nem, én azt javaslom a miniszter úr, hogy tekintsük meg a helyszínen, és sietünk el, mert esteledik, és aztán használják erővel az egészségben, akik ott telephelyet vásároltak. Ugye itt többször vezetőjét is látom az ipari parknak, ugye a Montes Kft. Ügyvezetőjét, Repsula, PK vezérigazgatóját, azt látom szerényen, hogy ott rád térnek. Ugye Csordos urat, akik ugye szintén a térdekedek, többen van, akik a területet használok közül, úgyhogy nézzük meg a helyszínt, és ezzel tulajdonképpen eleget tettünk akkor az átadás követelményének. Köszönöm!